Athéni a pekingi és a londoni olimpia után immár negyedik alkalommal indította útjára olimpiai szurkolói mozgalmát a Coop üzletlánc. A rendezvénysorozat keretében a Rio de Janeiro-i 31. nyári olimpiai játékokra utazó magyar sportolók számára gyűjtenek buzdító jó kívánságokat országszerte. Gyakorlatilag a teljes Coop franchise üzlethálózat részt vesz ebben a jó kívánsággyűjtésben. Ez 2700 üzletet jelent, ahol ezeket a szalagokat alá lehet írni, de van 130 olyan kiemelt eseményünk, ahol nem csak saját magunk gyűjtjük ezeket az aláírásokat, hanem aktív, illetve már régi olimpikonok is részt vesznek ennek a buzdításoknak a begyűjtésében. A Gödöllő főterén található Super Coopnál 2016. május 6-án Gerebics Roland kétszeres olimpikon sportlövővel találkozhattak a szurkolók. Nagyon sokat számít, amikor egy sportoló egy picit rosszabb hangulatban van, vagy egy kicsikét jobban izgul a kelleténél. Ezzel ki tudja magát kapcsolni, el tud olvasni otthoni üzeneteket, különböző gondolatokat, és ez sokkal könnyebben kihozza egy mélyebb gödörből a sportolót, és nagyon-nagyon jó érzéssel tölti el, és ez abszolút plusz erőt ad a versenyzéshez. Én úgy gondolom, hogy egy sportolónak kötelessége nem csak a sportpályán részt venni, és versenyezni, és edzeni, hanem tényleg találkozni az emberekkel, azokkal, akik szurkolnak értünk, akik adják az erőt hátulról, és meg kell mutatnunk magunkat. Én nagyon szívesen csatlakoztam, nagyon örültem a felkérésnek, és nagyon szívesen jöttem ide az emberek közé. És ezt a nagy hajrát nem csak ma lehet küldeni, hanem már biztosan tapasztalták, hogy a Coop áruházainkban vannak kis asztalok, amit minden nap kirakunk, és rá lehet írni azt az üzenetet, amit szeretnénk elküldeni. Lehet ez személyesen egy-egy sportolónak, mert nagyon boldogok tőle, lehet ezt egy csapatnak, vagy lehet az egész olimpiai csapatnak is küldeni, de minden esetre azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy érezzék, hogy velük van az ország. Ezt az összegyűjtött szalagokat majd átfogják a ünnepélyes keretek között az olimpikonoknak, akkor, amikor az olimpiai esküt leteszik. 4 évvel ezelőtt is nagyon-nagyon sok kilométernyi szalag jött össze, bízunk benne, hogy itt is. Gödöllőn szeretnénk, ha legalább 500-an aláírnák ezt a szalagot, hiszen annyi szalagot hozott ki most a bizottság. Én bízom benne, hogy eljönnek a gödöllőiek, és teli lesznek ezek a szalagok. És tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy az olimpiai mozgalom népszerűsítése az egy nagyon fontos dolog, ezért is álltunk ennek a támogatása mellé, és ugye most több mint 20 éve csináljuk, és azt gondolom, hogy azok a sikerek, az a rengeteg szurkolói üzenet mutatja, hogy a vásárlóink is, illetve maga a társadalom is nagyon el tudja fogadni. A szalagok mellett a Coop ezúttal egy másik játékkal is igyekszik még több erőt, biztatást, támogatást küldeni a magyar olimpiai csapatnak. A coop.hu weboldalon van egy olyan kabalajáték, amelyet ajánlok mindenkinek. A Kabala oldalon be lehet jelentkezni, és sorsoláson ki fogják sorsolni azokat a személyeket a regisztráltak közül, akik nyernek. És akik nyernek, azok egy ilyen babát fognak magukról kapni. Gyakorlatilag itt az arca, az a nyertes arca lesz, akit kisorsolnak. Ennek a babának van egy kitűzője, ahol rajta van a név, és rajta van, hogy hová való az a szurkoló, aki küldte ezt a regisztrációt, és ebből a babából egyet kap az olimpikon, vagy az olimpiai csapat, és egyet pedig kap a kedves nyertes. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy erősséget jelent majd kint a versenyzőknek, hiszen mindig érezni fogja, hogy ott van egy Coop szurkoló is vele, és azt gondolom, ha ő elteszi, ez pedig egy örök élmény neki és a családjának is. A szurkolói mozgalomhoz bárki csatlakozhat lelkesítő jó kívánságokkal az ország szinte összes településén egészen július 1-jéig.